Ez itten egy rozmár rohasztó gödör. Hát sajnos már össze van koszolva. Hogy használják ezt a technikát, ez össze majd kitisztítják, és akkor úgy működik a tartósítási eljárás, hogy össze tudnak, akkor vándorolnak a rozmárok, hogy akkor ejtik el őket. És a tartósítás úgy működik, hogy magában a rozmár bőrébe visszarakják a húst és a zsírt és mindent, és ugye ebbe a gödörbe teszik vissza pár hónapra, és tulajdonképpen megrohad, de ezzel ugye tartósítja is magát, hasonló lehet a sústömminkhez, ugye, amit a vikingek találtak ki, hogy az ammóniás erjedés miatt ugye fogyasztható, de sok ideig eláll. És már láttunk egyébként ilyen gödröt az előző úton, amikor a rozmárvadász házikoknál voltunk, csak akkor nem egészen tudtam fölfogni, hogy a technika hogy működik. Tehát ez itten a rozmár rohasztó verem.